Éppen egy korhat fatörzs körül köröznek a tőrös darazsak. A tavasz beköszöntével megjelentek különböző fajok is, melyek közül nem mindegyik agresszív. Tolna megyében is lehet számítani óriás, illetve sötét zárnyú tőrös darázs felbukkanására. Molnár Dániel kártevőirtó szakember elmondta, ezek a rovarok nektárral táplálkoznak, és leginkább korhat, odvasfákban vagy üregekben fordulnak elő. Ezek a darazsak fokozottan védettek, eszmei értéke darabjának 50 ezer forint, és nagyon sokan összekeverik a lódarazsakkal őket. Nagy pánikot keltettek itt Szekszárdon most az újvárosi templomnál, ezért értesített minket az önkormányzat, hogy meg kellene nézzük ezeket a lódarazsakat, legalábbis a bejelentés még így érkezett. Hozzátette, a szakmájában nagyon fontos, hogy pontosan felismerjék azt az állatfajt, ami ellen a beavatkozás történik. A tőrös darazsak mindig májustól októberig repülnek, és mindig megjelennek olyan kivágott fáknak a tuskójánál, amik már régóta benn vannak a földben, és igazából mindig az vonza be, hogy valamilyen nagy testű másfajta rovar oda petézett, és a lárvája, például az orszarbogár lárvája az 6 évig benn van a föld alatt, és ő ezeket keresi. Kártevőirtásnál mindenki forduljon szakember segítségéhez, ellenkező esetben a súlyosan veszélyeztetett fajok is elpusztulhatnak.